Herman Otto Polihisztordíj 2014. Vida Gábor botanikus, tanár, genetikus, ökológus, környezetvédő és a környezeti problémáknak az egyik legfelkészültebb, leghitelesebb tolmácsolója. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének volt igazgatója. Az ELTE genetikai tanszékét 23 évig vezette. A Magyar UNESCO Bizottság alelnöke és a Magyar Genetikusok Egyesületének elnöke volt. Herman Otto mondja, hogy értelemből fakadó szeretettel kell a természethez közelednünk. Nálam ez fordítva indult, mert előbb volt a természet szeretet, és ebből fakadt a megismerésnek a vágya. Szerettem volna megérteni és megvédeni a természetet. 1970-től napjainkig az élővilágnak körülbelül a fele elpusztult. Ez az embert érzelmileg is motiválja, és ebből próbálja valahogyan a fékezésnek a lehetőségét legalább megoldani. Úgyhogy így kezdtem én először én populációgenetikából kiindulva, genetikán, evolúción keresztül a környezetvédelemnek a közgazdasági vonatkozásait kutatni, majd a jogi vonatkozásait, szervezeti kérdéseket, még a politikához is eljut innen az ember. Kutatásai során a biológia több területével is foglalkozott, melyek közül a genetika, a fajkeletkezés genetikai mechanizmusa, az ökológia, a biodiverzitás és a környezetvédelem a legfontosabbak. Jelentős a tudományos ismeretterjesztésben kifejtett tevékenysége is. Több biológiai témájú ismeretterjesztő könyvet írt. Rangos kitüntetések birtokosa. Ahogyan Herman Otto mondta, a szülőanyánkkal szemben nekünk kötelességeink vannak, és tőle függünk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ökoszisztéma szolgáltatások, ahogyan egy gyerek sem mondhatja az anyjának, hogy szolgáltass nekem mindenfélét, hanem kellő alázattal, kellő tisztelettel, megértéssel védenünk kellene. Hát ez az, amire az életemet rátettem, de nem tudom, hogy sikerül-e vele elérnem valamit is.